Sziasztok, újra olasz percek is, itt van velünk Tibi. Sziasztok. Aki elhozott nekünk egy Giuliát, de először is el szeretném nektek mondani, az utolsó nyereményjáték ugye most ebben az epizódban, úgyhogy kicsit meg is koronáztad, ezt köszönjük ezzel az autóval, ez a gyönyörűséggel, úgyhogy a harmadik Vápai Alfás találkozóra nyerhettek még mindig jegyet, és hogyha esetleg valakik, vagy valaki nem jelentkezett volna érte, ez lesz az utolsó sorsolása a következő vasárnap, ami most fog következni vasárnap, és most kisorsoljuk az összeset, addig megyünk, ameddig igazából nem lesz meg a nyertes, úgyhogy hogyha nem fognak jelentkezni, akkor újra fogjuk sorsolni a következő vasárnap, vagy aznap még lehet, hogy újra sorsoljuk. Ezt még így nem pontosan döntöttük el, vagy nem pontosan tudtuk átbeszélni, mert nem tudtuk mi se, hogy legyen, vagy hogy ha esetleg nem jelentkeznek érte, akkor mi legyen, de egyelőre maradjunk abban, hogy reméljük, hogy mindenki jelentkezni fog és örülni fog a nyereménynek. Nos, igazából akkor térjünk is rá a kocsira. Hát mi ezt próbáltuk már ezt az epizódot egy párszor leforgatni, illetve volt is egy kis közös dolog, amit már a Tibi is mondott, hogy ugye akkor tudtam meg, hogy én nyertem volna ugye a gumicsomagot, amikor az ismerősök, akik ott tudtak maradni Alpha City-n, ők szóltak, hogy hú, bazegen nyerted volna, és akkor, de igazából te nyerted, és egy jó helyre került, és tényleg jó, mert te relatíve ki is maxoltad azt a csomagot, mert egy elég komoly felnire sikerült rátenni és szertenni. Hogy indult neked egyébként az olasz, és hogy kerülünk ilyen gyönyörűségbe be, ezt egy kicsit taglaljuk? Hát végül is ismerősömnek lett első körbe alfája, addig is tetszettek, úgyhogy komolyan nem foglalkoztam bele, hogy nekem kéne alfa. És akkor mesélt róla, hogy integetnek egymásnak, meg hogy milyen összetartó közösség, beléptem a csoportba, elkezdtem nézegetni a használt alfákat, és akkor így megláttam egy 159-esnek a hirdetését, és ott jött az, hogy nekem ez kell azonnal, és nem volt semmi kérdés. Meg is vettem azt az autót, volt pár hibája is, nem kevés. Aztán úgy nagyjából két hét után az összetört, a ház előtt belehajtottak. Ebből lett egy biztosítós húzavona, és utána egy jó egy évre rá lett ez. Uh-huh. És egyébként a 159-es is dízel volt? Vagy... Dízel volt, egy 9-es dízel, és az is automata volt. Mi volt az a kritérium egyébként, hogy most egy Giuliába ülünk, ugye, hogy neked mindenképpen kell, hogy benne legyen? Nekem egy ilyen autóhoz már az automata váltó az, úgy gondolom, hogy valahogy ez illik hozzá. Meg én úgy voltam a 159 után, hogy valami fiatalabb autó kellene. Amivel nem az, hogy hetente előjön valami probléma, hogy most úristen mi fog elromlani, hanem az, hogyha el akarok indulni vele messzebbre, nagyobb, hosszabb útra, bármikor beülök, megyek, kész. Úgyhogy gyakorlatilag ilyen kopó, forgó alkatrészeken kívül nem kell, meg olajcserén kívül nem kell foglalkozni semmivel. Egyelőre. Can we talk about me and you?
Ugye te pont a párhuzamot tudsz vonni, mert azt mondják, hogy ez az igazi utódja a 159-esnek. Mi van olyan az autóban, ami szerinted tényleg azt lehet mondani, hogy, hogy utódlás, vagy öröklés a 159-től? A szedán forma mindenképpen. Igen, meg talán a kormány, én úgy érzem, hogy az hasonlít egy kicsit túl, hogy tovább van fejlesztve, de legalább erre hasonlít. Az ennek úgy sokkal jobb a fogása. Hát igen. Hát. Ez nem az a nagyon vastag, mint az 59-ben volt, hanem ez egy tényleg egy kellemes, ez úgy ki van találva rendesen, meg van formázva, kézre állnak rajta a gombok. Beszéljünk egy kicsit a motorról. Ugye mondtuk, hogy dízel, addig jutottunk el, de igazából akkor mondd el, hogy mit is akar a motortér. Ez egy 2.2-es 150 lóerős dízelmotor, 380 Nm-rel, teljesen gyári, semmi csippelés, semmi nincsen rajta megcsinálva. Egyedül amit típus hibája ezeknek a motoroknak, ez a szegregátor, ez az olaj leválasztó, ez természetesen ebben is elköszönt, úgyhogy az olajos légszűrő volt a jele, úgyhogy ez lett cserélve benne, azon kívül nem kell semmit hozzányúlni, hibátlanul teszi a dolgát. A dízelmotorhoz képest egész kultúrát a hangja egyébként. Igen, egyébként nincs semmi ilyen, már ez a remegő hang sem, meg remegő ilyen belső részek sem. Kilométere, óraállás? 128 ezerrel került hozzá májusban, azóta most 146 ezer van már benne, úgyhogy teszi a dolgát. Napi használatban egyébként az autó? Napi használatban volt, idén éveleig, és most egy munkahelyváltás miatt így hétvégi autó lesz belőle. Mondta Beni, hogy majd térjünk rá a belső részre itt hogyan mondjam, a menü vagy a kijelzőre, de ezt majd egy kicsit a végére hagyjuk, mert ahhoz járnia kell a motornak, azt mondtad, hogy, igen, hogy akkor látjuk a komolyabb tudását. Piros belső. Ugye ez egy marha ritka, nem is tudom, hogy így most mennyire látszik, hogy így ilyen, tényleg ilyen piros a belső, meg majd látni fogjátok a videókban is, hogy ez ilyen tényleg egy nagyon megosztó dolog. Féltem tőle én is első körben. Tehát én amikor elkezdtem kimondottan Giuliát nézegetni, akkor én a piros belsőt azt úgy voltam, hogy annyira nem. És én a barnákat nézegettem, a barna belsőjüveket, meg a feketét. Ez úgy voltam vele, hogy a fekete az olyan snassz ebbe a kocsiba. Valahogy Vagy tényleg a Maxod, ami comtámaszos mindent. Igen, tud, igen. Akkor ebbe valahogy ilyen különlegesebb dolog kell. Ugye így jött a barna, ami nagyon tetszett, meg is néztem, három autót néztem meg egyébként ezen kívül, mindegyik le volt élve, 4 éves autó, én nem tudom mit csinálnak az emberek az autókkal, szakadt bőrkárpit, agyonvert lökhárító, agyonvert kerékív, olajsáros motor, tehát elképesztő dolgokat sikerült látni azon a három autón, és ez volt az, amit végül nagy nehezen rászántam magam, és így Győrben egyébként itt volt az autó, tehát messze sem kellett menni érte, Belgiumból hozták be, és élőben, amikor megláttam, akkor mondtam, hogy ez. Mit gondolsz, hogy mondtad az elején, hogy nincs benne chip, hogy szükségeltetik egy ilyen autóban egyáltalán egyébként chip? Nem hiszem. Én inkább a tartosságra mennék rá, hogy biztos, ami biztos, minél többet kibírjon, én szeretném minél tovább megtartani az autót. Nem tervezek semmiféle ilyet. Igazából nyomatékosnak, elég nyomatékos, amire kell. Nem versenyzek vele, most elmenni kirándulni vele, vagy itt a városba közlekedni, vagy a város körül teljesen jó, bőven elég. Egyébként még elég, gondolom, eléggé megnézik, mert azért még azért ritkának. Nagyon. Hát sokszor úgy megnézik, mintha valami, nem tudom, Lamborghinivel mennék egyébként. Pont utánam kiabáltak múltkor egy Seatból, hogy jó a kocsi, tesó, lehúzott ablakon. Úgyhogy arra mondjuk néztem egy fajtát, de valahol egyébként sokszor már idegesít, hogy mennyien megnézik, de valahol meg tök jó érzés, hát, hogy figyelj, ezt megvetted vele, ezt megvetted vele abszolút, úgyhogy vele kell tudnod sajnos élni, tudlak szégyelni, vagy sajnálni, de
Hát figyelj, igazából most viccet félretéve, egyébként feketéből nem sok van az országban, se szerintem nem nagyon látni, mert azért voltak elég komoly színek ebből az autóból, mint te is mondtad, hogy volt az a szürke, ami egy több színben pompázott, amiből nem sokat látni tényleg, de feketéből sem nagyon sokat. Ez a piros, kék, szürke, ezek a kontrasztok nagyon mennek. Meg a fehérekből van igen, több igen, viszonylag. Igen, de te feketét azt valahogyan... Nem tudom, sokan azt mondják, hogy nem adja ki annyira a formát, meg mit. Uh-huh. Én meg pont azt mondtam, ugye, amikor itt forgattunk a drónozás közben, hogy pont annyira kiadja az éleket, hogy valahogy így, még így felkiált a csíkok, meg a tegyen kicsit morcosabb lesz. Szakszervizben van egyébként hordva, vagy most már mered máshova, akivel megbízol? Van Gönyűn egy szerelő. Uh-huh. Nándi, hogyha lehet nevesíteni, akkor ő maximálisan benne megbízok, úgyhogy nyugodtabban bízom rá az autót, mint a márka szervizre. Ez egyébként sok helyen így van, meg ugye sokan hordják, ahol most Halesz volt, a Kozihoz, stb. Tehát sok olyan szerelő van, akinek már a tapasztalat miatt megéri odavinni, és hogyha rendelkezik olyan lehetőséggel, hogy ugye, mert ezekben már a belsejében van igazából a szervizkönyv, akkor abszolút merem ajánlani én akármilyen jó szerelőt, nem muszáj a márka szervizbe vinni. Egyébként a garanciát azt már, vagy jótállást, ez mindig egy ilyen vita téma Magyarországon, hogy garancia, hogy jótállás, azt már elvesztett egy azt el, igen. A kereskedő, ahonnan vettem, ott egy fél év garanciát ők vállaltak, de a gyári garancia az már nem él. Volt valami visszahívás ezzel kapcsolatban, ezzel az autóval egyébként? Mármint nem ezzel konkrétan, hanem magával a Giuliával? Konkrétan, most ebből visszahívást csináltak-e, azt nem tudom. Szerintem garanciánál cserélik, tehát amíg él a garancia, cserélik. A fényszóró mosó szokott el kezdeni folyni gyakorlatilag a mosószerkezet. Ilyen apróságok, meg ennél az ajtónál a gumikéder szokott kikopni, ilyen apróbb dolgok, de ugyan kimondott nagy dolog nincs. Ugye a motornál van ennél a 2-2-esnél ez a szegregátor hiba, ami ilyen ismertebb dolog, de ugye egyébként szerintem nem nagyon. Bocsánat, egy dolog még, a kijelző, a központi kijelzőnek a plexie szokott megrepedezni, és akkor a garanciaidő alatt azt is cserélik. Igen, és ebben volt egyébként ilyen, vagy visszamenőleg láttál valamilyen cserét, amit kellett? Én megkaptam kint Belgiumban egy leasing cégé volt az autó, és én megkaptam a szervizlistát, az alapján nem volt ilyesmi. Biztos, hogyha fogsz találkozókra járni vele, én csak ajánlani tudom, hogy azért ezt a pirosat azért nézze meg, aki gondolkodik a Giulián, mert nem sok van belőle, és tényleg megosztó, és amikor így az ember benne ül, akkor meg egy ilyen nagyon sportos érzetet ad. Igen, igen. Van olyan probléma, hogy mondjuk sokat városozol vele, és akkor itt is ez a DPF regenerálás egyszerűen elkezd sűrűsödni, stb. Hibakódot nem láttam belőle, hát viszonylag sűrűn csinálja egyébként, de van jel, amiből észre tudod venni, hogy regenerál, és akkor meg lehet azt csinálni, hogy akkor, ha van éppen időd, vagy úgy türelmed hozzá, akkor átrakod dinamikódba, pörögjön,
és akkor lehet menni autópályára, vagy ki a főútra, vagy valami, és akkor meg tudja csinálni rendesen a regenerálást. Annyiból lehet egyébként észrevenni, hogy motorféknél, vagyis hát, hogyha elveszed a gázt, akkor alaphelyzetben a pillanatnyi fogyasztás az ugye nullára kéne, hogy visszamenjen. Hogyha ha regenerál, akkor pedig ilyen 2,5-3 liter körüli értékeket mutat. És semmi más nem veszed észre, csak útközben ezt? Fordulaton nem, alapjáraton kicsit traktor hangja lesz, meg hogyha mögé mész, mondjuk oda nyúlsz a kipufogóz, akkor érzed, hogy ott valami történik. És egyébként ez, hogyha úgy hagyod ott, hogy regeneráljon, hogy alapjáraton mondjuk otthon az udvaron mondjuk kint hagyod, akkor is megcsinálja? Meg végigcsinálja, alapjáraton is ugye több gázolajat beleadagol, azért van a traktor hangja, csak nem tudom, az mennyire teszi ott neki, hogy alapjáraton csinálja. Értem. Tehát akkor inkább azt ajánlod te is, hogy rakják be D-be, kergessék meg egy autópályás utazás, amikor ezt érzik, hogy elkezdeni. Egyébként, hogyha közben leállítod, akkor mondjuk, mit tudom én, hagy egy újra egy üzemi hőfokot elérjen, és újra meg akarja próbálni? Nem tudom, mert nem állítottam még le regenerálás közben, erre odafigyelek azért mindig. Igen, ezt ajánlják is, hogyha... Mondjuk érdekesnek tartom, hogy nem írja ki, hogy ilyen mondjuk ilyen nagybetűvel mondjuk elég. Elvileg akkor rakja ki a DPF ikont, amikor már nagyon-nagyon durván nem tudta megcsinálni, és nagyon durván tele van, és akkor közli, hogy ő most mindenképp meg fogja csinálni. Van, egyébként normál esetben úgy kezdi el, hogyha elérte mondjuk az üzemi hőfokot, ugye az olaj hőfok, ugye ez nem a vizet mutatja, hanem az olajat, akkor, hogyha mondjuk jobban odalépsz neki, és ő azt gondolja, hogy autópályán vagy, vagy éppen most te nekiálltál utazni valahova hosszabb távra, akkor elkezdi, hogyha meg nagyon kell már neki, akkor se a hibakódot dobja egyből, hanem akkor mondjuk a 4 rovátkát még nem ért el az üzemi, mondjuk csak a 3-at, akkor is elkezdi, de akkor csak úgy elkezdi, hogyha mész vele simán, nem kell hozzá nagyon nyomni se a gáz, meg semmi. Fogyasztás, egy kicsit érjünk rá, mert eléggé sokan ilyen szkeptikusok az alap leírtakkal. Gondolom, te használtad azért dinamikusabb használatba, normálba, illetve ez a pályázás, vagy ilyen egyhuzamban, amit mondtál, hogy 5,5 liter hát volt. Ott 5,5 liter volt, amikor szinte kizárólag én úgy gondolom, hogy autópályáztak, vagy főutaztak vele. Így, hogy teljesen vegyes, tehát van benne város, országút, autópálya, így ilyen, most így télen, ilyen 6,5-7 között. És amikor mondjuk meg van kergetve, akkor mondjuk olyan 10-et el lehet vele érni? Hát átlagfogyasztásban még 7,5-8-nál nagyobbat nem láttam rajta. Aha, lehet olyan nyilván, ahol akkor ki kéne nullázni, aztán úgy kéne megkergeti, tehát azért akkor de kellene. De biztos lehet vele többet. Én többnyire normál módban használom egyébként, tehát nem szoktam nagyon sportolni vele, de van, hogy azért kívánja és igényli a dinamik módot. Ja, így van, hát meg tényleg azért, amit mondtál, hogy jót is tesz neki igen, közben igen. A DPF miatt. Akkor térjünk rá erre a kijelzős dolgokra, amit mondott Benni, mert most már engem is érdekel, mert nem tudom, hogy pontosan mire gondolt, de így megpróbáljuk akkor. Az autó, de érdemes ezt is egyébként indításkor próbálom felvenni. Meg ugye mutattál, küldtél nekem egy ilyen plusz dolgot, amikor beszállt az autóba. Igen, az akkor, hogyha le van állítva és magamra csukom az ajtót. Igen, azt felvettük a Halesznál is már. Na és ugye a beállítási lehetőség, ugye a navigáció az nem egy nagyon extra dolog. A navi nincs frissítve, nem használom. Waze-t használok, Google Maps-et használok telefonon. És ugye itt a beállításoknál egészen sok dolgot be lehet állítani. Konkrétan a lámpákkal kapcsolatos dolgokat, automata távolsági fényt, amit én nem szeretek, mert sokszor későn kapcsolja le, és már valahogy rám villognak. Tehát én már lekapcsolnám, ő még világít, ezt inkább még lehet, hogy egy ilyen update kell neki, ilyen szoftveres. Ugye a
hangulatfénynek a fényereit lehet még beállítani, hogy mennyi ideig maradjon felkapcsolva a lámpa, hogyha ha kiszállsz az autóból. Értelemszerűen a nyelvet lehet beállítani, mértékegységeket. És akkor itt az óra beállítások, nem egy extra dolog, és akkor itt vannak a több biztonsági beállítások, és a vezetés támogató dolgok. A limitert, mondjuk ez kicsit fura, hogy a menüből kell a limitert beállítani, tehát az 59-ben itt volt a kar, és akkor ugye ott arról lehet. Igen. Ellenben ez mondjuk megfogja, tehát ha beállítod a 60-at, és eléred, akkor ő megfogja, ő nem engedi tovább menni, kijöve a lepadlózod. Ugye az 59-ben meg csak így csippant egyet, hogy te elérted a 60-at, de ugyanúgy gyorsult tovább. Igen. Hát a front ütközés figyelmeztető végül is, vagy a... hogy az első szenzor. Igen, a frontális ütközésre ugye figyelmeztetett, be lehet állítani az érzékenységét például, ki is lehet kapcsolni. Ja, hogy ez a... hogy utolérnéd a másik. Igen, kocsit. Szól, hogyha nagyon közel mész mondjuk, és még nem fékezel. Tehát akkor ez akár mikor mész, akkor is szólni fog neked, hogy te utolérted már az autót. Ez a része, igen. Ez a része, ez szólni fog, sőt, nekem volt, hogy bele is fékezett egy biciklis miatt már, úgyhogy elvileg ilyet is tud. Ugye a sáv elhagyása csak figyelmeztet, amíg oldalra elhagynád a sávot, azon az oldalon elkezdi rezegtetni a hangszórót végül is, tehát bele nem nyúl, ami egyébként megint csak nem baj szerintem. Valakinek ez a fontos. Hát igen, ijesztő is tud lenni az. Ez ami nagyon jó dolog, a holtérfigyelő, ugye a kis sárga háromszög mint tudta körbeülni. Én megpróbálom egy kicsit mutatni, bár nem tudom, hogy mennyire fog látszódni. Ott az háromszög. És akkor, hogyha tolatsz ki valahonnan mondjuk egy parkolóhelyről, és ő érzékeli, hogy valamelyik oldalra jön valaki, akkor elkezd csipogni, és az adott oldali tükörbe ezt a háromszöget kezdi el villogtatni, amelyik oldalról jönnek, tehát ilyet is tud. Tök durva. Itt vannak még drive assistance dolgok. A radarokat lehet, hogy ki is jelezze, vagy csak csipogjon, meg a hangerejüket lehet állítani. Ugye itt a kameránál olyan beállítás van, hogy egyrészt ugye vonalakat, hogy mutatja, merre fogsz menni, hol fogsz kikötni, másrészt meg ugye az van még bekapcsolva, hogy ha tolatsz, és utána visszateszed D-be, mész előre, akkor még egy darabig látod a tolatókamera képét. Még ez parkolásnál, de sokszor jól jön. Igen, ahogyan mész, fordulsz ki. Ugye ezt lehet még, hogy az elektromos kéziféket, ha ez be van kapcsolva, akkor a P-be rakod a váltót, magától behúzza. Ezt mondjuk nem rossz, hogy ki lehet kapcsolni, ellenben azzal, amit nem lehet kikapcsolni, hogy bezáráskor a tükröket behajtsa. Ez mondjuk, aki nem garázsba parkol, és télen be tud fagyni a tükör, az annyira nem jó buli. Ja, ez elég fura, hogy nem lehet kikapcsolni. És akkor igazából még a féknek a fékbetétnek a cseréjének a szervizét lehet itt visszanullázni lényegében. Igazából azt lehet még kibekapcsolni, hogy kulcs nélkül be tudjál jutni az autóba, vagy csak ha gombot megnyomod. De ezt nem mindegyik tudja, amiket most itt mutatunk, azért nem mindegyik autó, azt szögezzük le, hogy ez azért nem egy alapfelszereltség. Ez föl van extrázva, egy szuper felszereltség, de föl van extrázva, tehát például a holtérfigyelő, a távolságtartó tempomat, ezek mind feláros extrák. Mert mondjuk a távolságtartó tempomat, az pontosan az a dolog, amelyik mindegyikben benne van, a hardware hozzá, a radar. Igen. Csak ezt a kapcsolót kell hozzá cserélni, és gyakorlatilag be kell kapcsolni a mesbe. Azt mindegyikbe bele lehet elméletileg tenni, ugyanúgy, mint a váltófüleket, amin egyébként én is gondolkozom. Azok úgy valahogy néha hiányoznak. De az kormánycserével jár? Nem kell kormánycserélni, egyedül, ha jól tudom, akkor ezt a felső, vagy talán lehet, hogy az alsó műanyagot kell cserélni, és az ilyen plug and play dolog az is megvan hozzá a vezetékezés. Igen, mert nem a vezetékezés. Van, most hülyeséget mondtam, mert itt ugye pont mondják, hogy milyen jó, hogy fixen áll igen, az igen. Meg fényből van. És ugyanúgy csak be kell kapcsolni. Jaj, viszont ez nagyon menő. Állítás, hogy lehet, hogy mit jelezzen ki, mit ne jelezzen ki. És akkor az infotainmentnek vannak ugye a beállításai. Ez, hogy például a kijelzőt úgy tudod kapcsolni, hogy bejössz a menüjének az almenüjébe, és akkor ott van, hogy kapcsolt ki a kijelzőt. És ezt nem is lehet kirakni valahova? Nem, ezt nem. Ez tök érdekes. És viszont egy ilyet be lehet kapcsolni, hogy így megosztva tudod nézni a kijelzőt. Mondjuk, hogyha kiteszed az audiót, akkor bárhova mész a menübe, az audió az ott fog maradni a jobb oldalon. Ez tök jó ötlet. Ez tetszik. És akkor ezt lehet még átállítani, hogy a Navi legyen ott. Ugye ez kicsit volt kezdetlegesen a 159-ben is, csak hát azért nem ilyen menő volt.
Ja, ez jó meg, bocs. Meg nem gondolkodik, tehát nincs. Gyors, nagyon működik, nagyon igen. Nagyon jól reagál mindenre, ahogy nyomod, egyből utáljuk. Igen, erre is elmondható az egyébként, hogy kicsit a, mint a 159, hogy folytonos a húzása, nem az, hogy így hátba vág, hanem úgy, hanem az, nem, az a szépen viszi végig, azt tudja, hogy mennyi, mennyivel mész. Most. Igen, ez a, le lenne ragasztó. Hangszigeteléssel sincs baj amúgy. Egyébként nem, most azért elég brutál fújt a szél a forgatás. Nagyon de nem szabad vetni. Nem. Egyébként benne a szél az egyáltalán. Kell az oldaltartás azért az üléseknek, főleg itt az anyósor, mert nekem még kapaszkodni is sok mindenben van lehetőségem. Veszélyesek ezek az új autók, az összes ilyen. És ugye ilyenkor dinamikban szépen dobálgatja vissza a nyomatércsúcs környékére a fordulatot. De tényleg ez a fotó, ez nagyon veszélyes. Áááá, bajottunk. Körforgalomba. Hát, most egy nagyon picit dobtál át, de pont olyan, pont annyira, hogy nem tudsz vele hülyeséget csinálni, mert nem engedi. És akkor pont az érzet megvan, hogy... Igen, pont ezt csinálhat a Gergő is a Velocséval, hogy érzed, hogy taknyolja a gumit, de aztán ennyi. Ott már meg is fogta. Az a, akkor már érzed, hogy kicsit keni, de még megvan az a, hogy tud húzni a kocsi. Jó, figyelj Tibi, nagyon szépen köszönjük, hogy elhoztad, vigyázz rá, aztán reméljük, hogy minél több ilyen találkozón összefutunk. És akkor ne felejtsétek el, hogy vasárnap sorsolás, elég sok jegyet fogunk sorsolni, mert még szabad mind, úgyhogy kommenteljetek ide is. Sziasztok! Sziasztok! Love affair. Whoa, oh, 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 the afterglow.